Az ELTE kollégiumaiban nagy volumenű faültetési akciók indultak. A kezdeményezéseket több természeti, környezetvédelmi csoport támogatja, többek között az ELTE Fűvészkert, a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége, a 10 millió fa és az ELTE együtt a környezet tudatos szemléletért. Az új gyümölcsfák ültetése előtt egy kis kertrendezésre is szükség volt. A kertnek az a része, amit úgymond gyümölcsösnek használ a kollégium, és már évek óta gyakorlatilag az ELTE-s hallgatókkal ültetnek be gyümölcsfákkal. Sajnos megjelennek azok az inváziós növényfajok is, mint például a bálványfa. És a bálványfáról tudni kell, mint inváziós nevében is benne van, hogy mindent ellep, hogyha nem figyelünk oda. És itt néhány fiatalabb példánya már elkezdte leárnyékolni a gyümölcsös kertet. Ezeknek az eltávolítása egyrészt szükséges, másrészt pedig azért is fontos, hogy további bálványfák ne szülessenek majd tőlük, ugyanis ezek nagyon gyorsan elkezdenek teremni és szórják szerte széllyel a magjukat. Úgyhogy ezeket el kell először távolítani, másrészt pedig van egy-két olyan betegfa, gyümölcsfa, amelyet mindenképpen vissza kell vágni, illetve hát meg kell metszeni a gyümölcsfákat, ez növényvédelmi okból is nagyon fontos. Az egyetemisták mostantól nem csak a felújított szobák kényelmét élvezhetik, hanem a szép parkosított udvart is. Mögöttem álló Erdős Pál kollégium 2018-ban újult meg kormányzati támogatásból, kívül-belül teljes rekonstrukción esett át, és számunkra nagyon fontos, hogy ne csak az épített környezetet újítsuk meg, hanem minden, ami körülötte van, szinten tartsunk, gondozzunk, ápoljunk, és ennek keretében kerül sor a mai napon a kollégium egy kis szegletében egy nagyon kedves kis gyümölcsös megújítására, illetve új gyümölcsfák telepítésére. Nagyon lelkesek a hallgatóink, ezt megerősíthetem. Most is 15-20 hallgató dolgozik a ELTE környezetvédelmi szekciójának a szervezésében. Ősszel folytatjuk az akciót a 10 millió fák Magyarországnak a program keretén belül. Összesen a mostani gyümölcsfákkal együtt 65 fát fogunk itt ültetni. A kollégium udvarán már korábban kialakítottak a tanulók magaságyásokat és komposztládákat is. Azt jó látni, hogy van néhány olyan hallgató, akit ez kifejezetten érdekel. Voltak évek, most pontosan nem tudom, hogy mikor mit, de szoktak ültetni egyébként a fenntarthatósági csoport, akár fűszereket, akár egyéb gyümölcsöket, és azt hasznosítják is. Az ELTE együtt a környezet tudatos szemléletért 2008 óta működik. Mindennel foglalkozunk, ami környezetvédelem, fenntarthatóság, tehát hulladékgazdálkodással, biodiverzitással, szemléletformálással. Úgy tudnám igazából összefoglalni, hogy az ENSZ 17 fenntartható fejlődési célját szeretnénk megvalósítani az ELTE kereteiben. A diákokat úgy vonjuk be, hogy itt is jelenleg is dolgoznak önkénteseink, akik fenntarthatósági munkacsoportokban dolgoznak, fenntarthatósági önkéntesként, és mindennel foglalkoznak, ami szelektív hulladékgyűjtés, növényültetés, madárvédelem, sünvédelem, tehát teljes biodiverzitás programba tudnak bekapcsolódni. Egyébként önkénteseink az ELTE-n belül és kívülről is jöhetnek. ELTE polgárokat, tehát dolgozókat, hallgatókat is várunk, de például a 18 év alatti 50 órás önkéntességi órákat is lehet teljesíteni nálunk középiskolásoknak. A gyümölcsfa ültetési akcióhoz a Budafok Tétény kertbarátkör tagjai is csatlakoztak. A diákok folyamatosan be vannak vonva itt a kertnek a gondozásába. Ez egyébként az ELTE-nek egy stratégia, zöld stratégiája is, hogy folyamatosan egyre a hallgatókkal a saját kollégiumai környékét, illetve a kertjeit, akár mondhatnám a fűvészkertet is, aki együttműködő partner ebben a mai munkában is, annak a területén dolgoznak hallgatók rendszeresen. Ez egyrésztről nagyon jó, másrésztről pedig a későbbi gondozásnál éppen most az előbb, amikor elkezdtük a munkát, és úgymond egy kis ünnepélyes megnyitót tartottunk, eligazítást, akkor a Kertbarát Szövetségnek az elnöke, András Károly úr egy felajánlást tett, miszerint minden évben tavasszal ezeket a gyümölcsfákat a idős, illetve a budafoki kertbarátok segítségével meg fogják metszeni. A kerületi kertbarátkör hölgy tagjai finom falatokkal is készültek, hogy a sok munka után vendégül lássák a dolgos kezű kertészeket.